27 millió forintért újították fel a Bicskei Munkahelyi Központ kirendeltségét. Az új Széchenyi tervnek köszönhetően ügyfélbarát tér vár a munkanélküliekre. A munkahely teremtés bázisai, kezdő pontjai a munkahelyi központok. Ezért nagyon jelentős számunkra, a kormányhivatal számára, hogy ezt a feladatát olyan körülmények között tudja teljesíteni, ahol minden lehetőség megvan ahhoz, hogy egy teljesen ügyfélbarát, korszerű ügyintézést és környezetet tudjunk biztosítani. A munkahelyteremtés forintosítható. Az új szolgáltatások megkönnyítik a munkáltatók és a munkavállalók mindennapjait egyaránt. A munkahelyteremtéshez a munkaügyi szervezetnek alapvető feladata, hogy a megfelelő munkavállalókat biztosítsa. Az öninformációs térrel, amivel bővült közel 40 négyzetméterrel a bicskei kirendeltség, lehetősége van az ügyfeleknek az öntájékozódásra, tehát aki állást szeretne keresni, ne kelljen azért az ügyintézőhöz fordulnia, hanem saját maga megkereshet és fölveheti a munkáltatóval a kapcsolatot, lehetővé válik a képzéskeresés, munkatanácsadás, munkajogi tanácsadást tudunk biztosítani az ügyfeleknek. A várakozási idő minden esetre rövidebb lesz, az ügyfélszolgálat munkatársai kiváló körülmények között segíthetik a munkát keresőket. Új szolgáltatásokkal, illetve egészen kiváló körülményekkel várják a munkakeresőket. A Fehérvár Televíziót Vaklert Lajos tudósította Bicskéről.